Most utoljára tudok megszólalni, ugyanis így egy-két három, öt hölgy között eléggé elnyomottnak érzem magam, de semmi baj, Pásztor Erzsi, Rákati és Horváth Lili 1,3 másodperc gondolkodási idő után mondta, hogy azonnal jövök, mikor meghallották Margit nevét. Mert ez egy milyen kapcsolat? Ez egy régi? Szeretetteljes, nem is tudom elmondani, és szinte ilyen, testvéri kapcsolat. Ilyen, olyan, már bocsánat, olyan, röhögős, mindig hát a sírásokon már túl vagyunk, mert azzal indult, nem volt kevés, mert ez a lány még nem járt a főiskolára se, amikor színésznél akart lenni, és leszerződött Pécsre, ahol én már színésznő voltam, és akkor ott sündörgött a színházban, szerepeket is játszott, és nagyon-nagyon édes lány volt, és gyönyörű, gyönyörű, hamvas, rózsaszín, új, nagyon szép lány volt, nagyon. És akkor utána már úgy találkoztam vele, hogy akkor már végzett a főiskolán, egyszer csak végzett, és a Pannoniában ültünk, és ő ott főszínésznő volt. Ő volt a legjobb szinkron, igen, jaj, nagyon Isten híres Isten volt, és akkor... Közben hát persze anyukájával is dolgoztam, és hát az anyukáját előbb ismertem természetesen. De ő is lejött Pécsre megnézni, és akkor mondta, hogy vigyázzatok a Margitra. Mert nehéz volt rá, muszáj neki erre a pályára, hát mit csinálhatunk, ott összekummogtunk, hogy igen, hát muszáj neki erre a pályára jönni, ott tegye meg a fene, most már nincs meccsi. És akkor utána ugye találkoztunk a szinkronban, és aztán egyszer csak kapom a telefont, hogy nem akarsz velem dolgozni, rendezek egy darabot. Hát eddig csak iskolád volt, tanár voltál, már meg rendező is, és akkor, na nem veszem el a többiektől a szót, én aztán vele dolgoztam. És az életem egyik legkedvesebb szerepét is, nem ő rendezte, de az ő égisze alatt csináltuk a macskajátékot. Varga Miklós az ő tanítványa, igen. És akkor ott Schubert Évával és Huszár Lacival bizony eljátszhattuk a, nem egyszer, hanem éveken át a macskajátékot. Bizony, és a Szabó Gyuszikának az utolsó szerepe, a Vád és tanúja. És a Vád tanúja, abban is amiben benne együtt voltunk. Igen. Na hát, ha már szerepek szóba kerültek, akkor kerüljenek szóba jelen szerepek is, ott nálatok. A Margitosoknál, hiszen Kati most is játszol az egyik igen a túsztörténetben, ugye? Igen. De hát azért a ti kapcsolatotok is már jóval régebbi. Hát jóval régebbi, mert mi nagyon sok szálon találkoztunk, sok-sok évvel ezelőtt a Pannoniában, szintúgy, de az egy nagyon érdekes találkozás volt, mert az én kislányom óvodás volt, és az Ovi Zsarúban szinkronizált, amikor a Margitkával összetalálkoztunk a foájéba. És kérdeztem Margit, hogy most indul az iskolám, nem jön hozzám, Saci? Tehát innen volt az első ilyen találkozásunk. Aztán a Szomszédok kapcsán, ugye a férjem volt a vezető dramaturg a Szomszédokban, és hát így aztán Margitka anyukájával volt egy ilyenfajta közös találkozásunk, és hát sok-sok évvel ezelőtt Margit volt az egyetlen, aki nekem kezet nyújtott egy olyan dologba, amikor egy nehéz helyzetbe kerültem, és akkor azt mondta, hogy nem akarsz egy kicsit nálam játszani, hogy elfelejtsd a dolgaidat, és akkor ez nagyon-nagyon hihetetlen dolog volt, mert az ember azt gondolja, hogy gondolok magamról valamit, meg mások is gondolnak, de igazából mindig a tetteink határozzák meg, hogy valójában milyenek vagyunk. És a Margit ott nekem adott egy feladatot, ami átlendített engem ezen a mélységen, és utána mindig megkérdezte, hogy hát van ebbe is egy kis szerep, abba is, a gyerekeknek példakét szeretné lejönni, volt, hogy kettőzve voltam, Berek Katival volt, úgyhogy mi is kettőzve leszünk, de aztán te sztár lettél, elvittek, úgyhogy maradtak egyedül. Jó, hát itt mindenki sztár lett, szóval azt, Lili, neked egész más a bensőséges Lili néni. Tudom, a gyerekek úgy hívtak, hogy Lili néni. Igen, nekem Margit először is a pótmamám. Ez így igaz. Ami hát először is ő hozzá kerültem nagyon ilyen 14 éves korom körül, amikor is nagyon zárkózott kislány voltam, és tulajdonképpen ő vitt el egészen odáig, hogy aztán ő készített fel a főiskolára, ahova elsőre felvettek. És ezt a mama tudta? Ezt a mama a háta mögött történt. Jaj, jaj, jaj.
Úgyhogy ő tehet volt. És aztán nagyon érdekes, mert például most csak hallgatva a Katit, nálam is egy nehéz helyzet volt, hogy ugye két gyerekem már megszületett, a színházam bezárt, és még azelőtt, mintha ezt megéreztem volna, hogy több lábon kell állni, én fölhívtam a Margitot, és azt mondtam, hogy szeretnék hozzád visszajönni, és kicsit ellesni, vagy tanulgatni, amit én is tanultam. És ez azt hiszem annyira jól sikerült, hogy most már ilyen tanársegéd vagyok. Igen, együtt dolgozunk. És együtt dolgozunk, úgyhogy most már nem csak pótmamám, hanem munkatársak is vagyunk, és heti kétszer, ha meg nem kétszer, akkor meg minden nap beszélünk telefonon. És az apróságok imádják a Lilit. Hát igen, meg hát három gyerek anyukájaként gondolom, hogy úgy benne is van ösztönszerűen ez, hogy kicsit kell foglalkozni, de azt mondtad nekem, olyan kedves voltál, hogy úgy érzed, mintha folyamatosan próbálnál. Igen, ugye, mert ez olyan érdekes, a Margit mondta, hogy meg fogom figyelni, és éreztem is magamon, hogy az először úgy az ember olyan nehezen, hiába színész, hogy nehezen kezd bármit is improvizálni, és most már ez annyira könnyen megy, hogy boszorkányból királylány és szolga, szegény asszony, hogy tényleg olyan, mintha állandóan egy próba folyamodban lennék. Szóval nagyon-nagyon jó kondícióba tart. A fiatalok nem tudták elmondani, mert annyira csibészek. Mi a titka ennek a lánynak? Az egész lénye. Hát igen. Hát az, ami ő. Az, hogy árad belőle a szakma szeretete és az ember szeretete. Mert különben ezt nem lehetne csinálni így, hogy ma kint jártam a szinkronba, és amikor csak a nevét megemlítettem, mindenkinek fölragyogott a szeme. Igen. Azért az nem lehet véletlen. Ugye? Kicsit libabőrös lettem. Mert ez az igazság, hogy csupa szív. Mindenki nem szeretheti az ember. Ez így van, biztos van olyan, de azokat mi nem veszik figyelembe. Ez igaz. És én most ugyan nem találkozom vele munkailag, de azért telefonon mindig tartjuk a kapcsolatot, azért mindig tudunk egymásról, nem? Abszolút. Hát ez az ő titka. Abszolút. Meg az energia. És Kati, például milyen ezekkel a fiatalokkal dolgozni ott, színészkedni, tehát egy előadásban ott lenni? Hát, az emberben ott van, hogy instruálja őket, vagy te elfogadod, hogy mondjuk, ha Margit rendez, akkor ő a főnök, és akkor mondjuk, igen, te nem szólsz, mint tapasztalt ember. Igen, igen. A színház az ilyen, hogy ott a rendező mondja meg, és nem a kollega. Én ott csak az én személyiségemmel tudok egy példát mutatni nekik, hogy milyen a várakozás, milyen a színpadra lépés, milyen az egymásra figyelés, együtt dolgozás, milyen, mikor kimegyünk, és még mindig várunk a tapsrendre. Tehát nekem ez a feladatom. Az instruálás az Margitka feladata. És hát kérdeztétek, hogy mi a titka? Hát a szíve, a lelke és az esze. Mert hát azért mondjuk el, hogy és nagyon okos is. Tehát azért rendezni csak olyan tud, aki átlátja a dolgokat. Tehát én azért azt gondolom, hogy amellett, hogy remek színésznő, mert azért ez itt nem tudom, most még itt nem hangzott el, de ő nagyon jó színésznő. Bizony. Is. Nagyon keveset. Alapnak vettük ezek és után. A bocsánat, de az, hogy egyáltalán kitalálta ezt, amikor ő kitalálta ezt, már ott a szinkronban elkezdte mondani, hogy majd meglepetés lesz, még nem beszélek, de meglepetés. Amikor először elmesélte, akkor csak úgy végighallgattuk, hogy aha, biztos. És az is nagyon... De senki nem tudta, mi ez. Igen. De az is nagyon különös. Igen, de akkor pont ez az, hogy... És aztán kinőtte magát ez a dolog. Hát azért ehhez az is kellett. Igen. És hogy kiket képzett, mert hát azért végül is te is hozzájártál, Németh Kristóf is. Egyébként visszaemlékszem rád 3 éves korodból, amikor még anyukád, nem is tudom, játszott való Békés Csabán, és akkor azon gondolkodtam, hogy mondta, hogy nem, te nem leszel színésznő, hát tessék, itt van Margitka, már oda is tett a pályára. Igen. Szóval sokan jártak, és hát azért sok tanodásból lett igen kiváló színész. Látta valaki valaha szomorúnak, vagy valakit elutasítónak? Elutasítónak nem. Magányt sem akar néha? Jaj, de hogy. Hát azt gondolom, hogy a Balaton neki a föltöltődés. Én ugyan ott is meglátogatom, de hogy akkor ő töltekezik. Zamárdi az én második otthonom. Igen. Csodálatos hely, és ott komoly dolgok vannak készülőben, ott nagyon szeretnénk meghonosítani egy ilyen gyermek és ifjúsági színház. Ez a színház. Zamárdi önkormányzatával, akik nagyszerű emberek.